Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai napon vendégünk Pázsit Marianna, a Huszár Gál Városi Könyvtár szakmai vezetője. Köszönöm szépen, Marianna, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az apropó, amiből pedig köszönhetünk itt a stúdiónkban, az, hogy folyamatosak a munkálatok a könyvtárban, sőt, ha minden igaz, már a vége fele is jártok, de kezdjük a legelején. Ugye több évtized után, 2019 nyarán kezdődött egy energetikai beruházás, akkor nagyon sok minden megújult és fejlődött a könyvtárban. Itt pontosan milyen munkálatok zajlottak? Így van, 2019 nyarán kezdődött az energetikai felújítás az épületnek. Ez ugye a 86-ban átadott épületen első körben történtek ilyen nagy volumenű átalakítások, felújítás. Ez érintette a nyílászárók cseréjét, a hőközpont és a radiátorok cseréjét, a tetőszigetelést, és a tetőre került egy napelemrendszer is, illetve beépítésre került egy személyfelvonó. Eddig ugye teherfelvonó volt, csak és beépítésre került egy ilyen, és egy akadálymentes mosdóval együtt, így akkor már az emeleti szint is látogatható az akadálymentesítésre szoruló látogatóinknak. Akkor főként ugye háttérmunkák zajlottak, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy modern intézmény működhessen napjainkban, viszont látványos munkák akkor nem zajlottak. Ugye aztán tavaly márciusban jött a vírushelyzet, akkor be kellett zárnotok, nyárra kinyitottatok, majd novemberben ismételten zárás, és utána megkezdődött már az a munka, amit már az olvasók is látni fognak. Így van, nagyon jól mondtad, ugye novemberben bezártunk, akkor folyt az online kölcsönzés egy darabig, az nagy népszerűségnek örvendett egészen december közepéig, amikor is leálltunk, amiatt, mert elkezdtük előkészíteni a területet egy újabb felújításnak, amely már látványos is, tehát hogyha majd az olvasók bejöhetnek, illetve már követhették is a közösség oldalainkon, láthatják, hogy ez már egy látványos. Míg az előzőek úgymond infrastruktúra, vagy egyáltalán technikai hátterek voltak, amik nagyon fontosak, ez látványos modernizáció. Milyen munkálatok valósultak meg itt az elmúlt hónapokban? Mi lesz az, amit majd láthatnak az olvasók, hogyha átlépik a bejáratot és felmennek az olvasóterembe? Így van, ugye az emeleti tér újult meg, az emeleten a teljes padlóburkolat cseréje történt meg, ugye itt egy régi műpadló volt, mindenki emlékszik rá, aki járt nálunk. Ezt teljesen leszették, és ehelyett kapott egy műgyanta burkolat, egy modern, világos, nagyon szép műgyanta burkolat, amelyen ilyen dekorációkat is elhelyeztek festéssel. Emellett pedig ugye a teljes polcrendszer újul meg, amely még egy nagyon újult képet fog adni, tehát egész más az egész polcrendszer. Úgyhogy ez a két fő eleme tartozik ebbe a CLLD pályázatba, és emellett párhuzamosan egy másik projekt, hogy az emeleti mosdók is megújulnak. Ezekre már muszáj volt fordítani egy kis figyelmet, hiszen ezek is ugye nagyon elöregedtek, és ez egy teljes felújításon ment keresztül, nagyon-nagyon szép lett, úgyhogy meg az egész emeleti tér, úgyhogy nagyon várjuk, hogy végre láthassák testközelből is. Mi beszámoltunk híradónkban itt a munkálatokról, én személyesen is láthattam, hogy amikor kipakoltátok ott az olvasóteret, óriási tér volt, tehát elképesztő. Az ember ebben nem is gondolná, hogy mekkora hely van ott. Hát és láttuk a könyveket együtt, azt a több tízezer példánykönyvet. Kicsit mesélj nekem erről, kérlek, hogy milyen háttérmunkák zajlottak itt az elmúlt hónapokban, hogyan sikerült ezeket a könyveket elraktároznotok, elhelyeznetek, hát és most már vissza az új polcokra. Ugye december közepén elkezdtük levinni az állományt a földszintre, tehát ugye a cél az volt, hogy a teljes emeletet, ahogy mondtad, ki kell üríteni. Az első körben így elképzelhetetlen volt, hiszen egyikünk sem látott még ilyet. Elkezdtük első ízben az olyan bútorokat már előtte összeszedni és elrakni olyan helyre, amelyet nem érintett a felújítás, tehát akár a fotelek, asztalok, mindent így elrakodni, és akkor utána jött az állomány, ez körülbelül 80 ezer kötetet érintett, ez az, amit csupán az emeleten található állományunk, ugye gyerekkönyvtár, a helytörténeti részleg és az egész felnőtt tér. Szakirodalom, szépirodalom az összes.
körülbelül 80 ezeret kellett megoldani logisztikailag, hogy leszállítsuk a földszintre. Ezt egy előzetes kollégákkal megbeszélés alapján történt, kialakítottunk egy rendszert, hogy ez hogyan lesz hatékony, és hogyan tudjuk megőrizni a raktárrendet, hiszen ez majd ugye a későbbiek folyamán volt nagyon fontos, amikor visszaraktuk ezeket a polcra. Úgyhogy egész nap ment gyakorlatilag a lift, könyveskocsik, és akkor halmokba vittük le, olyan halmokba, hogy aztán amikor fel kell szedni őket a földről, asztalokról, akkor azt az elejéről tudjuk már kezdeni, és úgy elhelyezni az új polcokon. Ez elképesztően hatékony volt a kollégáknak hála, mert hogy 2,5 nap alatt gyakorlatilag levittük az összes könyvet. Nem gondoltuk, hogy nem is tudtuk igazán, hogy mennyi időt fog ez igénybe venni, hisz még nem csináltunk ilyet. És utána még a polcok szétszerelése, és azoknak az eltüntetése, úgymond leszállítása a földszintre történt meg, ez már január elején volt. És akkor január második hetében pedig már átadtuk a területet a szakembereknek, amikor már tényleg semmi. Tehát a számítógépek, kábelek, mindent eltüntetvén üres volt a tér, és akkor megkezdték a munkát. És amik a szakemberek dolgoztak az olvasótérben, addig ti a háttérben mivel foglalkoztatok? Mik azok a feladatok, amiket el tudtok látni ilyenkor? Ugye ismét a földszintre szorultunk le, úgymond, a kollégákkal. Háttérmunkák, mindig nagyon sok háttérmunka van a könyvtárban, csak hogyha a nyitvatartási idő, vagy az olvasó kiszolgálása mellett, ezek nyilván kevesebb idő jut rá. Most például olyanokat tudtunk végezni a 2020-as évi folyóiratok tékázása. Ez ugye azt jelenti, hogy összeszedni a különböző lapszámokat, ezeket elhelyezni a raktárban, aztán ugyancsak ezeket rendszerezni, tehát a gépben felvinni, tékázni, ezt már mondtam, aztán emellett a Mosonvár megye cikkeinek analitikus feltárása is folyik. Ez egy olyan háttérmunka, ami mindig tud munkát adni, és ez egy retrospektív feltárás. Ez azt jelenti, hogy a régi Mosonvár megyét megfogja egy kolléga, és papíron feltárja azt. Ez azért jó, mert ez kereshető lesz a katalógusban, tehát akár a helytörténeti kutatóknak, hogy a katalógusunkban keresőknek társzavakra, címekre tudnak keresni. És ez azért is jó, tehát egyből megmutatja, melyik számban van, nem kell böngészni. Ez digitalizáljátok egy, is ilyenkor nem, ezeket? Nem, ez csak egy katalogizálást jelent, tehát van egy leírás, és az kerül a gépbe. Tehát ugye címszerző és oldalszám megjelölése egy kis annotációval. Tehát ez egy olyan fajta háttérmunka, amit ugye az irodában lehet végezni. Emellett ugye folyamatos volt az, amikor hát pakolni kellett dolgokat innen-oda, tehát meg kellett oldani, azért nem teljesen tudtunk egyszerre kiüríteni mindent. Tehát mondjuk az előtérben volt néhány olyan bútor, amit nem lehet levinni azokat egyszerbe. Tehát volt olyan bútor, ami így 5-ször cserélt helyet egy hónap alatt, úgyhogy ezek is folytak folyamatosan. Emellett ugye a blogot is szerkesztettük, a közösségi médiát, aztán az infopont állományának folyamatos ellenőrzés, ugye a DVD-k, CD-k, hogy azoknak a fizikai állapotának az ellenőrzés. Ugye ezekre is mindig kevesebb idő jut, egyébként most több idő jutott. Emellett az új dokumentumok beszerzése, a figyelemmel kísérése az új dokumentumok megjelenésének, és ezeknek a feldolgozása is folyik most is, tehát szerzünk be új dokumentumokat, hogyha majd megnyithatunk, vagy szolgáltathatunk, akkor lesznek új olvasnivalók is az olvasóknak. Előbb már említetted a közösségi média fontosságát, ugye akik keresnek titeket ezeken a felületeken, betekintést láthatnak szinte a napi munkába, hogy éppen mikor mi történt, nagyon jó kis videókon összefoglaljátok, hogy hogyan sikerült kipakolni a könyveket, aztán most vissza. És ezeken a felületeken akár kedvet is csinálhattok az olvasóknak az olvasáshoz, vagy éppen egy-egy filmhez. Mi alapján választjátok ki, hogy éppen miről készüljön blog, kiket vártok blogolni, és hogyha minden igaz, akkor most a közösségi szolgálat is csatlakozik ehhez a lehetőséghez. Itt a blogra elsősorban
amikor elővesztük, hogy ki mit szerkeszten, tehát alapvetően a kollégák szerkesztik a blogot. Egy-egy olvasmány élmény vagy egy film ajánlót, ugye személyes tapasztalat, ki mit olvasott, ezen kívül figyelmmel kísérjük az évfordulókat. Például most volt Romhányi, ezért ahhoz készítettünk egyet, tehát előre is dolgozunk, hogy az olyan jeles napokra legyenek anyagok. Ezen kívül folyamatosan várjuk az olvasói ajánlókat is, ezt még tavaly tavasszal próbáltunk egy ilyen közösség együttműködést kezdeményezni, hogy bárki írhat nekünk egy ajánlót, és azt megjelentetjük a blogon. Ezt most picit tovább gondoltuk, hogy mondtad is, hogy a közösségi szolgált, hiszen most a középiskolásoknak is nehéz ezt teljesíteni, hiszen nincsen hol, vagy hát a korlátozások nem engedik, ezért ezt is igyekeztük az online térbe átvinni, ezt úgy, hogy ugyancsak írnak nekünk egy ajánlót, és azt elbírálják a kollégák, és ennek fejében kapnak teljesített óraszámot. Régen is volt erre lehetőség nálunk, csak akkor bejöhettek, a könyvtárban végezhettek munkát, most viszont az online térben. És hát kicsit beszélgessünk a jövőről. Tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen minden teljesen kétséges, hogy mikor nyithatunk, mikor fogadhattok ti is olvasókat. Viszont nagyon jól működött tavaly az online kölcsönzési rendszeretek. Tervezitek, hogy a közeljövőben, amikor már minden a helyére került, akkor visszaálltok erre a lehetőségre, amíg nem tudtok személyesen fogadni olvasókat? Így van, ez a tervünk, hogy amint visszaállt a rend, ugye még a számítógépes hálózatot, még bútorokat vissza kell rakni, még az állomány ellenőrzése azért folyik a polcokon, hogyha minden összeáll, és ugye a korlátozó, a szigorítások is engedik, akkor mindenképpen újból vissza szeretnénk térni az online kölcsönzéshez, mert legalább ezt tudjuk akkor nyújtani az olvasóknak, hisz ezért vagyunk, ezért van a sok könyv is, és örülünk, hogyha eljut ahhoz, azt a céljához, az olvasóhoz, ami nagyon népszerű volt ez a szolgáltatás. A decemberi leállás előtt elképesztő népszerűsége körvendett, tényleg nagyon jó érzés volt, úgyhogy mindenképpen tervezzük. Tehát amint a felújítás is úgy engedi, illetve már ugye a visszaállás, hogyha így mondhatom, meg a korlátozó intézkedések, akkor ezt vissza szeretnénk eljutni, és amennyiben lehetséges majd, amikor úgy adja a helyzet, akkor pedig tárt ajtókkal szeretnénk várni az olvasókat. Addig is pedig minden fontos információ megtalálható a honlapotokon, közösségi oldalakon, és gondolom az olvasók türelmét kéritek, hiszen nektek is az a legfontosabb, hogy minél hamarabb ismét az új könyveket és a régi könyveket is el tudjátok adni. Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszámoltál róla, hogy milyen munkák zajlanak most nálatok, és remélem, hogy minél hamarabb lehet hozzátok menni. Önöknek pedig köszönjük, hogy minket választottak, Hírháttér című műsorunkat látták. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!